nem fogadja el Németország a kínai és az orosz vakcinákat az ilyen oltással rendelkezőkre, továbbra is karantén vár, vagy negatív tesztet kell bemutatniuk a beutazáshoz. A német egészségügyi miniszter bejelentése szerint csak az EU-ban engedélyezett oltóanyagokat ismerik el hivatalosan. Jens Spahn elmondta, minden egyéb készítménynél meg kell vizsgálni, megfelele az EU-s használati engedélyhez szükséges követelményeknek. És azt is vizsgálni kell, hogy az érintett vakcinák jelentősen csökkentik-e a továbbfertőzés esélyét. Az Európai Unió tagállamai közül Magyarországon használják a kínai Sinopharm és az orosz Sputnik V oltóanyagokat. A német egészségügyi miniszter szerint a Sputnik V-t is azonnal elfogadják, amint megkapja az uniós gyógyszerhatóság engedélyét. Németországban csütörtöktől enyhítenek a beutazási szabályokon.